Legalább 5 meghaltak Romániában, amikor kigyulladt egy panzió. Több embert még keresnek, ezért az áldozatok száma tovább nőhet. Az már biztos, hogy a hotelnek nem volt tűzvédelmi engedélye, de azt még vizsgálják, hogy pontosan mi okozhatta a tüzet. Albániában pedig egy 12 emeletes házban csaptak fel a lángok. Hatalmas lángokkal égett a vendégekkel teli panzió a dél-romániai Tohány településen. Kedden a kora reggeli órákban riasztották a tűzoltókat és a mentőket a kétszintes faépülethez, de az már izzott, mire a segítség megérkezett. A tető beomlott, a lángok hatalmas területen pusztítottak. 60 tűzoltó oltotta a tüzet, rendkívül nehéz dolguk volt, a lángok ugyanis 1000-1200 négyzetméteren terjedtek szét. Amikor kiérkeztek, már minden lángolt, így emberéletet menteni már nem tudtak. A panzióban 26 vendég volt, közülük többen ki tudtak menekülni a házból a lángok elől, mondta a Prahova megyei katasztrófavédelem szóvivője. A tűzoltóknak végül a déli órákra sikerült megfékezniük a lángokat. Azóta kiderült, hogy a vendéglátóhelynek nem volt tűzvédelmi engedélye, és amikor utoljára ellenőrizték, több szabálytalanságot is találtak a hatóságok. Az előzetes vizsgálatokból kiderült, hogy a panziót 2019-ben ellenőriztük utoljára. Akkor szabálytalanságokat találtunk, most újra ellenőriznünk kell minden dokumentumot, mondta a katasztrófavédelem osztályvezetője. A Prahova megyei törvényszéki ügyészség gondtalanságból elkövetett emberölés és rongálás miatt indított eljárást. Tűz pusztított az albániai Lusnje városában is. Tűzoltó létrákkal és emelő kosarakkal mentették az embereket, amikor lángra kapott egy 12 emeletes épület. A ház alsó szintjén bevásárlóközpont volt, az emeleteken pedig lakások. A tűzoltóknak sikerült még időben bejutniuk azokba a lakásokba is, amelyekről azt feltételezték, hogy üresek. Ekkor derült ki, hogy az egyik lakásban mégis otthon voltak a lakók. Őket légzési nehézségek miatt kórházba szállították, és már túl vannak az életveszélyen, mondta a belügyminiszter. 39-en sérültek meg, köztük egy 7 éves gyerek. Füstmérgezéssel került kórházba 3 tűzoltó is. A hatóságok még vizsgálják, mi okozhatta a tüzet. A helyi média szerint a légkondicionálás elektromos rendszere hibásodott meg, és emiatt borult lángba az épület.